Köszöntök én is mindenkit, és köszönöm szépen a lehetőséget, hogy itt bemutathassam azt a témát, amivel mi is foglalkozunk a tanszéken. Vagyis hát két tanszék is elég intenzíven kutatja az ELTE-n az autofengő mechanizmusát. Yoshinori Osumi volt az az úriember, aki megkapta idén a Nobel-díjat érte, és igen, ez egy elég érdekes eset, hogy egyetlen ember kapja meg a Nobel-díjat. És gondolkoztunk is róla a tanszéken, hogy de hát rengeteg embert fel tudunk sorolni még, aki simán megkaphatta volna még mellette. És pontosan ez az, hogy ő az első, aki tényleg a mechanizmusát leírta, de onnantól kezdve, hogyha még valakit be akarunk mellé emelni, akkor már annyi név lenne hirtelen, hogy már ezt lehetetleníteni. És akkor talán ez a magyarázat, hogy miért csak egyetlen ember kapta meg ezért a Nobel-díjat. Maga autofágia mechanizmusa, bocsánat, ja jó, megvan. Szóval maga az autofágia mechanizmusa az több tényezőből lehet összeállítani, inkább azt lehet mondani, hogy olyan mechanizmusokat nevezünk autofágiának, amelyek a sejten belüli komponenseknek a lebontását ezzel a lizoszóma nevű organellummal végzik. Na most ez a vezikula, ez belül savas, és benne találhatóak olyan enzimek, amelyek ezt a lebontást segítik. És az, hogy ez a mechanizmus ez milyen irányból közelítődik meg, azaz, hogy a citoplazmális részek azok hogyan bomlanak le, abban különülnek el egymástól. Ilyen rendszer lehet például a saperon irányította, ez például konkrétan olyan kijelölt fehérjéket tud lebontani, amik ilyen saperonnal vannak jelölve. Lehet az, hogy maga a lizoszóma fog betűrődni, és így különböző citoplazmális komponensek, tehát sejtkomponensek fognak lebomlani. A harmadik út, amiről később kicsit többet is beszélnék, az a makroautofágia folyamata. Ez úgy kezdődik, hogy egy ilyen kettős membrán kezd kialakulni, és ez a kettős membrán a citoplazmának egy részét szépen lassan elkezdi körbeölelni, és akkor lesz belőle egy ilyen kettős gömb. Na most ez a kettős membrán rendszer tud még összeolvadni akkor a lizoszómával, és akkor abban a lizoszómán is enzimek segítségével le tud bontani a belső tartalma, azaz, ami a citoplazmából ezt körbevette. A három folyamat közül számomra legalábbis az az érdekesebben, hogy ez az, ami teljes sejt organellumokat is képes körbevenni, például a sejteknek a energia szolgáltató sejtszervecskéjét, a mitokondriumot is képes így körbevenni. Ha tovább haladunk, akkor egy ilyen elektromikroszkópos képen pont ezt a folyamatot lehet látni, tehát itt van ez a két szép vezikulum, és hogyha ha jó gombot nyomok meg, ez most akkor meg is jelent a második kép, ahol már tényleg ez a kettős membrán, ez egy vagy kettő mitokondriumot ölel körbe. Elektromikroszkópos kép, tehát nehéz eldönteni egy elsőre. Nekem, talán hogyha így önök ránéznek, akkor azt lehet mondani, hogy egyértelműen olyan kettő. Most képzeljük el azt, hogy a egész nagy sejtbe, tehát fogunk egy ilyen nagy gömböt, mi csak egyetlen egy szeletet vágunk el valahol. Na most, hogyha a mitokondrium térben így egy kicsit behajlott, és hogyha mi egy ilyen vágást ejtünk az egészre, akkor már is két mitokondriumot látunk, holott valójában egy volt, csak egy olyan síkot választottunk ki. Na most ez az autofágia mechanizmusa, ez amiért nagyon érdekes számunkra, mert hogy olyan organellumokat, olyan sejtkomponenseket, amelyre mondjuk a sejtnek nincs szüksége, sérültek, vagy mondjuk előregettek, el tud távolítani. Na most azzal, hogy el tud távolítani, ezzel a sejtnek a fittségét tudja biztosítani,
Pontosan azért, hogy nem halmozódnak benne azok a tényezők, amelyek a sejtnek a funkcióját lerontanák. Ezen kívül a lebontásnak a mértéke az meg tud nőni, és akkor nevezzük a autofágiának az aktiválódását. Na most ez az autofágia, hogyha valamilyen stressz éri a sejtet, ez tényleg tud növekedni, és ez a stressz növekedés, ez mondjuk éhezésre, oxidatív stresszre, vagy mondjuk valamilyen parazita fertőzésre is megtörténik. Itt lent ez a lenti két képen egy vírus, illetve egy ilyen baktérium eset áldozatul ennek a kettős membránnak. Ez a felvetített panel pont arról beszél, hogy milyen orvosbiológiai funkciói vannak a autofágiának. Miért érdemes azt kutatni különböző rendszerekben? És a legtöbben talán pont ugye a sejtnek ezt a védő mechanizmusát lehet kiemelni. Mondjuk, hogyha egy tumorképződési folyamatot, egy ilyen rákos sejtnek a kialakulását nézzük, ahol random hibák elkezdenek felhalmozódni, na most abban egy ilyen lebontó folyamatnak lehet egy ilyen ellentétes szerepe. Vagy mondjuk, hogyha a neurodegenerációt akarjuk kiemelni, ott, ahol ilyen toxikus fehérjék felhalmozódásáról van szó, szintén egy ilyen lebontó folyamat, ez ellensúlyozhatja ezt a folyamatot, emiatt terveznek is mondjuk különböző ilyen hatóanyagokat, amikkel az autofágiát próbálják meg aktiválni, és ezzel a lebontó folyamaton keresztül remélik, hogy mondjuk ezeknek a betegségeknek a gyógyítására sor kerülhet. Azonban felhívnám a figyelmet arra is, hogy sok helyen nem csak pro, hanem kontraérv is van az autofágia ellen. Mondjuk, hogyha maradunk a tumoros sejtnél, akkor azt is el lehet mondani, hogy az autofágia továbbra is a túlélést fogja segíteni, a sejtnek a túlélését, és hogyha már egy tumoros sejt kialakult, annak a immunrendszertől menekülnie kell. És pont az immunrendszerrel szembeni védelmét tudja biztosítani az autofágia, mint egy sejtvédő mechanizmus. Mondjuk az öregedés az is egy olyan tényező, ahol csak protírtag, de egyébként lehetne kontrát is mondani mellé. Az autofágia pont ezzel, hogy a sejten belüli fölösleges organellumokat, vagy mondjuk sérült organellumokat képes eltakarítani, azzal a sejtnek a funkcióját javítja. Ha az öregedést ilyen sejt szintjén nézzük meg, akkor azt lehet mondani, hogy pont az ilyen hibák felhalmozódásával a sejt a funkciójából veszít. A szövet mondjuk minél több ilyen nem funkcionáló sejttel rendelkezik, annál jobban képtelen ugye ő is a funkcióját ellátni, és hogyha az egész szervezetet nézzük, akkor ezt a folyamatot le lehet fordítani mondjuk az öregedésnek. Jó. Kicsit nagyot ugornék, és belekezdenek egy olyan témába, amivel én is foglalkozom, hogy mi lehet mondjuk egy ilyen lebontó folyamatnak a stresszválaszon kívüli funkciója. Na most a stresszválaszon kívüli funkciója, feltételezzük, hogy mondjuk lehet a regenerációban. A regenerációban mondjuk ott jöhet elő egy autofágia válasz, hogyha általánosságban beszélünk, hogy a folyamathoz szükség van arra általában, hogy valamilyen sejt egy másik sejté átalakuljon. Ahhoz, hogy ez az átalakulás megtörténjen, neki minden olyan tulajdonságot, ami az eredeti sejtre volt jellemző, el kell azt hagyjon. És helyette ugye új tulajdonságok fognak megjelenni. Nyilván, hogyha génkifejeződést nézünk, ott is gének kapcsolnak be, kapcsolnak ki. De a sejtben, a citoplazmában is sok ilyen tényezőnek át kell alakuljon, és ebben egy ilyen lebontó folyamatnak szerepe lehet. Hogyha magát az őssejtet akarjuk nézni, akkor két olyan tulajdonságot emelnék most ki gyorsan, ami lényeges lehet. Az egyik az, hogy nagy osztódási potenciállal rendelkezik, a másik pedig az, hogy olyan potenciál van benne, hogy belőle különböző fajta sejtek kialakulhatnak. Itt látható egy ilyen osztályozási rendszer, ami pont az szerint csoportosítja az őssejteket, hogy milyen potenciál van benne, hány fajta típusú sejt képződhet belőle. Ez pedig a regenerációra egy modell, hogy hány fajta képpen lehet ilyen regenerációnak végbe mennie.
Sajnos a legtöbb az emlős rendszerben nem működik. Mi ezek közül a dedifferenciációban tanulmányozzuk az autofágiát, de ahol először leírták, az pont egy ilyen pluripotens sejtévaló ilyen visszaprogramozás volt. Maga a dedifferenciációt úgy kell elképzelnünk, hogy van egy szervünk, amelyben a szövet szinten olyan sejtek vannak, amik valamire specializálódtak. Itt az ábrán egy szívizom sejt van feltüntetve, és ennek a szívizom sejtnek ahhoz, hogy mondjuk egy sérülés tudjon regenerálódnia, dedifferenciálódnia kell. Na most, hogyha dedifferenciálódik, egy őssejthez közelebbi állapotra tér vissza, akkor ő már jobban tud osztódni. Ha osztódni tud, akkor megfelelő sejtszám létrehozásával ezek a sejtek migrálni tudnak arra a területre, ahol erre a regenerációra szükség van, mondjuk valamilyen sérülés, hiba keletkezett. Ott redifferenciálódni fognak, megint vissza tudnak alakulni arra a funkcióra, amire a szövetnek szüksége van, és így történik meg maga a regeneráció, dedifferenciáció esetén. Az autofágiáról, ahogy az előbb mondtam, már leírták, hogy van szerepe a regenerációba, van szerepe abban is, hogy az őssejtek ilyen differenciálatlan formában fent tudjanak maradni. Azonban az vitatott, hogy mi lehet a konkrét funkciója, vagy van-e olyan konkrét funkció, amit meg tudunk nevezni, hogy autofágia nélkül nem tud megvalósulni a regeneráció. Van egy olyan regenerációs modellünk, ami a muslicának a hímivar szervében található. Ő a muslica, ővel dolgozunk. Ez rokon folyamatosan, hogyha nyáron kint hagyjuk a dinnyét az asztalon, és megjelennek hip-hop a semmiből. Ha neki a potrohát megnézzük, kicsit átlátszó itt, akkor benne zölden látható a két testis. Na most ennek a csúcsi részét, hogyha kilanyítjuk, akkor azt látjuk, hogy különböző sejtek vannak benne ez a sematikus ábrán. Van ez a háb. Ez egy nagyon érdekes sejtcsoport. Őhozzá fognak kapcsolódni az őssejtek. Kétfajta őssejt található benne. Található benne egy csíravonal őssejt, meg egy szomatikus őssejt. Ők pedig azt biztosítja, olyan jeleket ad nekik, hogy ők maradjanak differenciálatlan állapotban. Ezzel igazából meghatároz egy ilyen térbeli pontot a testiszen belül, ami körül az őssejtek elhelyezkednek. Az őssejtek, a csíravonal őssejtek osztódnak, és akkor két sejt keletkezik belőle. Az egyik sejt az marad itt, továbbra is kapja a jelet, ne differenciálódj. A másik sejt az távolabb megy ettől a jeltől, elveszti ezt a gátlást, és cserébe kap egy másik jelet, azt, hogy differenciálódj. Beindul egy differenciálódási mechanizmus, és ők, ezek a lány sejtek tovább osztódnak. Lehet látni, hogy ilyen egyre nagyobb ilyen cisztákba maradnak körül. Ezek a kék sejtek, ezek egyébként a másik őssejtnek a lány sejtjei, akik körülveszik. Megtörténik négy osztódás, eljut egy ilyen 16 sejtes állapothoz, majd utána megtörténik a számfelező osztódás, és innentől kezdve egy spermiumok érésének a későbbi szakasza. De mi maradjunk itt elő, és beszéljünk egy kicsit arról, hogy mi történik, hogyha ezeknek az őssejteknek a száma lecsökken. Ezeknek az őssejteknek a száma lecsökkenhet akkor, hogyha öregednek az állatok, vagy hogyha valamilyen stressz tényező éri őket. Ha lecsökken az őssejt szám, akkor magának a spermium termelésnek is ugye a mértéke az lecsökkenhet, tehát valamilyen fix arányon belül az őssejteknek a számát meg kell, hogy tartsa a testis. Erre két stratégia van, vagy szimmetrikusan osztódnak az őssejtek, és akkor két őssejt fog keletkezni, vagy pedig, ami számunkra érdekesebb, a már differenciáltabb állapotú lánysejtek fognak visszamenni, és azokból fognak dedifferenciálódni az őssejtek. Ez utóbbira van egy modell, amivel lehet ezt tanulmányozni, ami úgy néz ki, hogy nekem van egy differenciálódási faktorom, egy génem.
Én ezt a gént be tudom kapcsolni. Ha én ezt a gént bekapcsolom, és ott is kifejeződik, ahol korábban ugye az aljel volt, hogy te ne differenciálodj, ők is differenciálódni fognak. Itt látható ugye ez a hápsejt, hápsejtcsoport, amiről beszéltem, és körülötte ezek a piros sejtek, ezek az ős sejtek. Akik körülötte vannak és pirosak, azok nekik a lány sejtjei. Ezek már ilyen differenciáltabb állapotúak, amiket ilyen nagyobb cisztáknak ábrázoltunk az előző sematikus képen. Elkezdem expresszáltatni a differenciálódási faktoromat, kifejeztetem, és azt látom, hogy körül a zöld sejtcsoport körül eltűntek a piros sejtek. Már nincsenek meg az ős sejteim. Ha nincsenek meg az ős sejteim, és továbbra is bekapcsolva maradt ez a gén, akkor egyre nagyobb körbe nem lesz körülöttem el piros sejt, hiszen nincs, ami osztódja, a többiek pedig mennek tovább a differenciálódás útján. Ha kikapcsolom ezt a gént, akkor újra meg tudnak jelenni ezek a lány sejtek, egészen messziről vissza tudnak migrálni, belőlük dedifferenciálódnak az ős sejtek, és azok szépen lassan újra osztódásokkal kialakítják a tesztiszt. Így történik meg a mustica erjének a regenerációja. Megnézve ebben a folyamatban, hogy mi történik autofágia szintjén, vagy mi történik savas lebontás szintjén, azt lehet látni, hogy amikor én kikapcsoltam már ezt a differenciálódási faktort, azaz megindult a regenerációs folyamatom, akkor benne a savas kompartmentumoknak a száma, tehát az ilyen lizoszomális lebontás, az megnövekszik. Ha arról egy ilyen csúnya elektromikroszkópos képet is megnézek, akkor ahhoz képest, ahol nem történik regeneráció, a regeneráció során ilyen sötétebb foltok jelennek meg. Ezek a foltok lesznek a lizoszomák. Ez az elektromikroszkópos képest, majd kicsit nagyobb elítésbe visszamegyünk, de előtte megnézve azt, hogy mondjuk a regeneráció során tényleg szükség van-e a lebontási folyamatra, remélhetőleg látszik. Itt van egy olyan állapot, ahol nem történik a regeneráció. Ez az az állapot, ahol én mindenkit differenciálódásra serkentettem, és látszik, hogy a hápsejtek körül nincsenek más sejtek. Ha én kikapcsoltam ezt a differenciálódási faktort, akkor egy nappal később már újra vannak sejtek körülötte, azaz a regeneráció működik. De hogyha én ebben a autofágiát, vagy magát a lizoszomális lebontást gátlom, akkor egy nappal a regenerációnak a kezdete után hát egyetlen sejt van, aki körülötte van, szóval jóval mérsékeltebb a helyzet, és azt lehet mondani, hogy ez mivel egy ilyen hatóanyagon keresztüli gátlás, ez nem is 100%-os volt. Szóval elmondható, hogy az autofágiának a regenerációban van valami szerepe, és akkor itt jön az, ami inkább vitatott téma, hogy na de mi lehet a konkrét szerepe az autofágiának. Van egy népszerű hipotézis, ami én is vallok, csak nehéz bebizonyítani, az pedig az, hogy a őssejteknek és a differenciált sejteknek a energiaháztartásához lehet valamennyire közelnek a autofágiának. Mégpedig az, hogy a differenciált sejtek azok energiaigényesebbek, mint az őssejtek. Ezt az energiaigényt ugye már említettük a mitokondriumot, mint ilyen fő energiaszolgáltató sejtszervecskét a sejten belül. Ezt a mitokondrium szám, vagy a mitokondriumoknak a mérete nagyban befolyásolni tudja. Ugye az elején említettem, hogy a makroautofágia az az eddigi egyetlen leírt, pontosabban nyárig egyetlen leírt mechanizmus, amely képes arra, hogy a mitokondriumokat lebontsa. Tehát logikus, hogyha azt látom, hogy a autofágia aktivitása megnő akkor, amikor a regeneráció történik, és a őssejteknek elvileg kevesebb mitokondriumra van szüksége, vagy legalábbis energetikai szempontból számukra hasznos, hogyha ők inkább a glikolízis fele mennek el, akkor logikus lenne, hogy akkor a mitokondriumok lebomlanak.
Ez egy fluoreszcens felvétel, ami egy picit várunk. Mindig két kritikus pontja van az előadásnak, hogyha videót rakunk be és reszketünk, hogy elindul, a másik pedig, hogy a fluoreszcens képet rakunk be, és hogy hát ha látszani fog valami belőle. Szóval ezen a panelen az látszik, hogyha nem történik a regenerációval semmi. Hát talán itt van egy piros pont, de egyébként nagy részt zöld mitokondriumok vannak jelölve. Ezen a másik képen pedig ugye nem látszik annyira, hogy vannak zöld pontok, de megjelentek sárga pontok is. A sárga pontok azok az átfedései a savas, tehát a lizoszomális komponenseknek és a mitokondriumoknak. Ez azt sugallja, de csak én közvetettem, hogy itt valamennyire mitokondriális bontás zajlik. Mondaná az ember, hogy akkor nézzük meg elektronmikroszkóppal, ott látok mindent, és akkor ez teljesen egyértelmű lesz. Ha elektronmikroszkóppal megnézem, hogy mit látok regeneráció során, akkor azt látom, hogy bennük tényleg ezek a sötét színű lizoszomáknak a mennyisége megnő, és amellett pedig látok ilyen sok belső membránnal rendelkező képletet is. Ezt nevezzük multilamelláris testnek. Úgy néz ki ebben az esetben, hogy mondjuk egy ilyen bakelit lemez. Ezekről azt tudjuk, hogy valamilyen lizoszomális, tehát ilyen lebontás utáni képletek lesznek, és azt is lehet róluk tudni, hogy valami olyan dolgot bontottak le, amiknek maguknak is ilyen belső membrán szerkezetük volt. Na most lehet azt mondani, hogy hurrá, a mitokondrium az pont ilyen, látszik is a képen itt egy mitokondrium, ugye neki is van ilyen belső membrán szerkezete. Azonban a másik dolog, ami szintén képes ilyen struktúrává átmenni, legalábbis az a hipotézis, hogy képes rá, az egy másik útvonalnak a becsatlakozása, az endocitózisnak a becsatlakozása, ugyanis a multivezikulális testekből, amikor egy nagy vezikulában sok kicsi vezikula foglal helyet, tehát van egy nagy köröm, vagy egy nagy gömböm, és akkor azon belül én sok kicsi gömb van. Olyan, mint ez a húsvéti tojás, amit hogyha kibontuk, akkor sok kis húsvéti tojás van benne. De az is okozhat ilyen multilamelláris testet, és itt pont figyelhető is egy meg, és nem lehet azt mondani, hogy véletlenül sikerült róla egy képet készíteni, mert ezeknek a mennyisége sem eléggé felhalmozódik. Na most akkor megint ott vagyunk, hogy akkor most mitokondriális lebontás történt, vagy pedig a másik olyan útvonal, ami szintén a lizoszomába csatlakozik bele, annak a mennyisége kicsit feldúsult. Itt látható a lizoszomális rendszer, ami igazából a sejtmembránból fűződnek le ilyen vezikulák, és akkor ezek a vezikulák egy érési folyamaton keresztül fognak átmenni ebbe a töltött tojásba, amiről az előbb szó volt, és ez fog majd utána a lizoszomával fúzionálni. Nyáron jött ki egy cikk, ami azt mondja, hogy ez az endoszomális rendszer is képes arra, hogy a mitokondriumokat lebontson, tehát most már nem lehet azt mondani, hogy az autofágia az egyetlen út, amivel ezek a mitokondriumok lebomolhatnak. Oké. Most már ez a kérdés, hogy akkor a mitokondriumok egyáltalán lebomlanak el. Erre még mindig csak egy ilyen közvetett válasz van. Jó megközelítés, ugye, hogy akkor most már állítsuk le a lebontást, csak nézzük meg, hogy ha gátlom a lebontást, akkor mi történik a sejten belül a regeneráció során. Ebben a nagyításban nem sok minden látszik, de hogyha nagyobb nagyításban nézünk, akkor azt lehet látni, hogy a mitokondriumok, amelyek normál esetben mondjuk ilyen pálcika alakúak, azok így behajlanak. Ez a behajlás egészen odáig megy, hogy ilyen gyűrűket kezdenek el formálni. És ezek a gyűrűk, ezek gyakran ilyen lizoszomális kompartmentumok mellett helyezkednek el. Tehát úgy néz ki, hogy ebben a sejtben mégsem a klasszikus makroautofágia lesz talán az, ami a mitokondriumokat lebontja, hanem inkább lehet, hogy ez az endoszomális rendszer, vagy mondjuk a lizoszomákhoz közvetlenül valahogyan becsatlakozik.
Az, hogy ezek a kör alakú mitokondriumokkal mi történik, Galénész szintén megjelentek ilyen hatalmas nagy töltött tojások. Egy másik cikkben kaptuk meg a választ, ahol szintén megkapták ezeket a gyűrű alakú képleteket, de hát ők találták meg először, így nem gyűrűnek lett elnevezve, hanem ők fánknak nevezték el őket. Szóval ezek fánk mitokondriumok, amelyeket úgy tudtak előidézni, hogyha egy CCCP nevű anyaggal kezelték őket. Nem kell megérnem, a kommunizmussal kezelték őket, hanem ez egy olyan szer, ami a mitokondriális membrán potenciát bontja meg. Hogyha sérülnek a mitokondriumok, akkor azokról tudjuk, hogy a lizoszomálisan lebomlanak. Pont ilyen kezelésekkel kezdték el annak idején a mitofágiát, tehát a autofágia általi mitokondrium lebontást tanulmányozni, és ott is pont ez a folyamat tetten érhető. Tehát úgy tűnik, hogy ezek a mitokondriumok, amik ilyen fánká állnak össze, azok le fognak bomlani. Eddig ugye beszéltünk ezekről a sejtekről, amik a csiramonal sejtek voltak, és említettem azt, hogy őket körülveszik szomatikus sejtek is. Szóval most egy nagyon kicsi kitérővel beszéljünk a szomszédaikról, és nézzük meg, hogyha a szomszédainkat megnézzük, mi történik, hogyha leállítjuk a regenerációt, leállítjuk a lebontást. Amíg itt ugye jöttek ezek a fánk mitokondriumok, meg a töltött tojások, ebben az esetben viszont azt láttuk, hogy megjelentek a mesebeli autofagoszomák a kettős membránnal a mitokondrium körül. Tehát két egymás melletti sejt, és úgy tűnik, hogy mindkettő végzi a mitokondriális lebontást, de hogy egészen más lebontás, egészen más mechanizmuson keresztül jutnak el odáig, hogy a lizoszoma lebontja a mitokondriumokat. Ez pedig csak egy ilyen sematikus ábra, hogy most már nem annyira gondolkodunk úgy, mint korábban, hogy van egy autofágia, meg van egy endocitózis, és ez a kettő teljesen függetlenül létezik egymástól, hanem egyre másra jönnek ki azok a cikkek, hogy ez a két lizoszomához kötött lebontási mechanizmus, ez sok-sok tényezőn keresztül kapcsolódik egymáshoz, és legalábbis az autofágia az nagyon úgy tűnik, hogy sok esetben az ilyen endocitózis függő folyamat. Összefoglalásul azzal, hogy ez a Nobel-díj megszületett, még az autofágia kutatásoknak jó esélyen nincs vége. Rengeteg olyan alkotóelem van, ami még mindig nem tisztázott, sőt, magának a autofágiának a folyamata is sok esetben kérdéses, hogy mondjuk egy regeneráció esetén jó, hogy szükséges, de hogy mégis tényleg mit csinál. Emiatt ugye az orvosbiológiai vagy egyetfejlődési része az szintén megkérdőjelezhetetlen. Ez a lizoszómel is lebontó folyamat úgy tűnik, hogy tényleg szükséges a dediferenciációhoz, és talán ez a mechanizmus, amiről beszéltem, hogy a mitokondriumoknak talán a lebontásában van szerepe, ezt nevezik Warburg effektusnak, ez talán úgy tűnik, hogy egy szép napon tényleg bebizonyosodik, és még azt szeretném mondani, hogy tehát az autofágiát, meg az endocitózis folyamatát úgy tűnik, hogy a jövőben annyira nagyon nem lehet mindig külön tekinteni, nem lehet kizárni, hogyha az egyik működik, akkor a másik nem kapcsolódik bele. Igenis érdemes mindkettőt vizsgálni, és együtt valamilyen lizoszomális lebontó folyamatként tekinteni rájuk. Én szeretném önöknek megköszönni a figyelmet, és vannak kollégáim, van a témavezetőm, akik inspiráltak, hogy ezt a munkát így elkezdjük, meg folytassuk, és köszönöm szépen!